Sziasztok, pár perc alatt a világ körül. Eljöttünk Szaúd-Arábia északkeleti részére megnézni egy jó néhány vulkáni kúpot, és fölkapaszkodtunk ennek a fehér hegynek mondott vulkáni kúp tetejére. Eddig tudtunk följönni a vulkánokhoz. Hát innen séta. Oda föl. A kráterhez. Hát kemény. De azért is megcsináljuk. Naplementig jól lenne majd visszajönni az autóhoz. De 372 méteres szintkülönbséget tettünk meg gyalogosan. Onnan, ott ahol a csillagromboló áll. Hol van? Ott van, meg se találom. Nem volt egyszerű oda se fölkapaszkodni az autóval, bármennyire is könnyűnek látszanak ezek a láva folyamok. Ez nagyon sok apró kavics, olyasmi, mint ez, ami ugyanúgy kigördül az autó kerekei alól, mint a mi lábunk alól is. Itt látható most már az árnyék ennek a vulkáni kúpnak, illetve az a sok fekete láva folyama távolban. És így néz ki egy megszilárdult fekete láva mező, mert hogy ez egy hatalmas területen van. És onnan jött le. Láva folyama távolban, azt ott lehet látni, ami időszámításunkban 6-700-ban tört ki utoljára, ugye? Igen. És az írások szerint 5 millió éven keresztül aktív volt ez az egész terület. Észak-déli irányban egy 110 kilométeren keresztül folyamatosan ilyen lávakúpok vannak. Ami itt látható, ez is például, és ezért fehér, mert normális esetben, mondjuk a Hawaii-szigeteken is, mindenhol fekete színű a vulkán kitörésnek a maradványa, tehát a fekete a láva, itt pedig hiába megvolt a vulkáni kitörés, mégsem fekete a láva, úgy, mint például ennél a vulkáni kúpnál. Látni rengeteg vulkáni kúpot, ez is az, itt is látható a kráterrel együtt, itt is látható a kráterrel együtt, ott a távolban is. Tehát rengeteg van, és ahogy Márti mondta, észak-déli irányba 100 kilométer hosszan vonul ez a vulkáni lánc sorozat, vagy nem is tudom, hogy nevezzem. Nagyon érdekes látvány, főleg fölkapaszkodni volt ide érdekes. Úgyhogy láthatok a távolban, ott is egy vulkáni kúp, ott is egy vulkáni kúp. Azt mondtad, hogy 5 millió éven keresztül volt? Igen. Amit viszont így nehezen tudok behatárolni, mert ameddig a szem ellát, ugye ez az én mértékegységem, de azt mondják, hogy 12.000 négyzetkilométernyi kiterjedése van. És hogy Szaúd-Arábiának itt található a legmagasabb vulkáni kúpja, 2093 méter magas. Valószínűleg nem ez az, amire följöttünk. Hát ami ott szemben van az, amelyik. Az ott, ami szemben van, az ott a legmagasabb. És van egy geológiai örökségek listája, most már tudom pontosan a nevét is, 2022-ben ez a kráter sor is fölkerült erre a listára. A 100 legszebb vagy a legnagyobb vulkánok között. Hát a geológiai örökség lista, így hívják, 100 vulkán van rajta, talán
Egyébként nagyon érdekes tapasztalásom, hogy a Wikipédia az nagyon hiányos, úgyhogy az én tudásom is elég hiányos, de igyekszünk kellő információval szolgálni. Megmutatom még utoljára a krátert, ami miatt fölkapaszkodtunk ide, és elindulunk vissza, mert egy jó 3-4 óra, és a nap az már leesik a horizont alá, és pillanatokon belül fekete sötétség lesz, és addigra jó lenne visszaérni az autóhoz. Szép naplementével köszönünk el innen a vulkánok földjéről. Előtérben a föld torlódott, megszilárdult lábát látható, ez a fekete árnyéka, vagyis hát sziluettje. A többi pedig a naplemente hozta. Csodaszép felhőzet. Sziasztok, puszi, pacsi!